Ismét bemutatásra kerül egy másik tenyészpár. Igen. És légy kedves, hogy ezek micsodák. Na számomra itt kezdnek a galambok. Ez a tojóról annyit kell tudni, hogy a apja olimpiai győztes, a anyja a szintén a saját test lánya apjának, ez beletézett tojó. Igen. És ez a tojó 3 éven köröztül Szlovákia legjobb galambja volt, minimálisan 2 kategóriában. Ő nyitrai olimpián részt vett, a utána lépve a Brüni Európa kiáltáson, és utána a pesti olimpián. Ez egy 3 év alatt 3 világkiáltáson galamb kiállítva, ugye ez magáért beszél. Hosszú távon a párja, szintén olimpikon, szintén Peppermans galamb, az a hím, ez a olimpiai 7. végzett a poznami olimpián, és abban előző évben, amikor repültek kiállítást, országos versenyből körülbelül 21 galamb országos első lett. És a tojó az milyen származású? A tojó ilyen Delbar és Klinkhammer származású, ilyen keverék galamb. Félig Delbar, félig Klinkhammer. De ennek a párnok tavaly is hattam tőle gyerekeiket, és avattam őket, ebbi a pár gyereket, abban a kerületben adtam már, rögtön a legjobb kis galamb lett a kerületben. Nem, mint a fiatalok versenyek. Igen, már fejszedbe került vissza, uh-huh. Be is tettem a kollégám fejszedbe. Köszönöm. Mit szólt a